és szeretettel jöttem ide, és hozom és feltétlenül a lelkemre kötötték, hogy adjam át Nyíracsárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának köszöntését, és feltétlenül lelkemre kötötték, hogy köszönjem meg az ő nevükben és a szervezőknek azt az hatalmas munkát, ami emögött a rendezvény mögött van. Dicséretet! Tehát hozzam Nyíracsárdi lakosok üdvözletét, mert hát valójában nem is különbözünk mi annyira egymástól. Hát hogyan is szól a himnusz? Isten könyörülj meg nékünk, ne szenvedjünk. Ugyanakkor Isten áldjon a magyar, jó kedvel, bőséggel. Hiszen ugyan mind a ketten ugyanaz a jó Istenhez imádkozunk. Csak még az egyik, mikor énekel, akkor vigyázva áll, másik esetben pedig előkerül egy gitár, és a dallamot elkezdik tenni. Nem is vagyunk mi a különbözőek egymástól. Ahogy Lajos testvér említette, én magam görög katolikus vagyok, és a katolikus egyház éppen kezembe akadt egy kis papír, ahol olvasom, hogy 1977-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta Cserafinót. Tudjuk, ő egy roma férfi volt, spanyol származású, akit a katolikus egyház boldoggá avatásával, mint egy példaképpé emelte romáknak és nem romáknak. Ugyanakkor olvasom, hogy Erdő Péter bíboros, Esztergom Budapest bíborosunk, Budapesten egy szobrot szentelt, amelyet szintén egy roma nemzetiségű férfi paparagó faragott meg, és a józsefvárosi templomban ott van elhelyezve, ahol megállása is megtörtént. Természetesen nem csak a romáknak, nem csak a magyaroknak, hanem mindenkinek megvan a keresztül. Mindenkinek hordozni kell. A gyenge elesik, de a bátor föláll, és viszi tovább. Ha belegondolunk, Pál apostol a korintusiakhoz azt írja, hogy a keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesztek, hallgassák ugyan. De nekünk, akik üdvözlünk, Isten ereje. Hiszen az írás, hogy szól, levontom a bölcsek bölcsességét, és a kokosak okosságát megkülönösítom. Hol marad a bölcs, hol az írás tudó, hol az evilági tudás szószólója? Nem megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége valgaság? Lassan elérkezünk talán kereszténységünk legnagyobb ünnepéhez, a húsvéthoz. Nálunk nagy bőjt van, még vagy két hétig. És egy utolsó gondolatot szeretnék megosztani, amikor nagy pénteken keresztre feszítik Jézus, és ráírják a titulus Jézus Nazarenus Rex Judeorum, azaz a názáreti Jézus, a zsidó királya. Megkérdeztük-e már magunktól, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy egy király hajlandó meghalni értem? Hát a királyok nem uralkodni szoktak? Zsarnokoskodni? Van egy király, aki képes értem, akik jövőre fognak megszületni, azért is meghalni. Hát ilyen királyoknak kell nekünk lenni, hogy nekünk is fel kell tudni áldozni magunkat másokért, még ha nehezünkre is esik, mert azért vagyunk itt Székelyhídon, azért vagyunk a világon, hogy egymást a mennybe segítsük. Ne a pokolba taszítsuk egymást.
egymásnak mennybe segítsük. Ehhez adjon nekünk, mindannyiunknak, a Jóisten kegyelmet, és találkozunk fönt mindannyian, mindenkivel a mennyországban. Ehhez adjon nekünk a Jóisten erőt. Köszönöm szépen!